Szeretett gyülekezet, újra kiemelek az előbb felolvasott szakaszból. Nábót így felelt, tehát a szőlő tulajdonosa így felelt a királynak: az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked az atyai örökségemet. A király elkeseredve haragosan ment haza a válasz miatt, lefeküdt az ágyára, a falnak fordult és nem evett semmit. De a felesége azonban ezt mondta neki: hát nem te uralkodsz most Izraelben? Egy régi tanúságos történet szerint a király egyszer álmodott, méghozzá elég kellemetlent. Azt álmodta a király, hogy minden foga kihullott. Mihelyt felébredt, megkérdezte az álom fejtőit, hogy hát azonnal mondják meg neki, mit jelent ez az álom, mert még belegondolni is rossz. Jött az első álomfejtő, és azt mondta neki: ó, uram királyom, milyen szerencsétlenség az, amiről álmodtál, hát ez bizony azt jelenti, hogy minden kihullott fogad egy hozzád tartozó elvesztését jelenti. Micsoda, te pimasz fráter, horkant föl a király dühösen: pusztulj innen, hogy mondhatsz ilyet? Kiadta a parancsot, mérjetek rá 50 botütést. Hivatott egy másik álomfejtőt, neki is elmondta, hogy mit álmodott. Az álomfejtő összecsapta a kezét, nagy mosollyal felkiáltott, azt mondta: micsoda szerencse, uram királyom! Ez azt jelenti, ez az álom, hogy minden hozzátartozódat túl fogod élni. Erre felderült a király arca, és így szólt: köszönöm neked, barátom, menj, tüstén szólok itt a katonának, vezessen el téged a kincstárba, és adjanak neked 50 aranyat. A katona, aki végighallgatta mindkét beszélgetést, menet közben azt mondja a kincstárnoknak: de hát hiszen te ugyanúgy értelmezted az uralkodó álmát, mint az első álomfejtő. Az ravasz mosolyjal így válaszolt neki: jól jegyezd meg, barátom, sok mindent el lehet mondani, csak tudni kell, hogy hogyan. Sok mindent el lehet mondani, csak tudni kell, hogy hogyan. Bölcsember volt ez az álomfejtő, mert ha visszaemlékeztek, tényleg pontosan ugyanazt mondta el, csak más szavakkal. A lényeg, az üzenet ugyanaz volt. És mégis neki 50 arany ütötte a markát, az első szerencsétlennek meg ott 50 botütés ütötte a hátát. A felolvasott bibliai történet ugyanennek az igazságnak egy szomorú tükörképe. De lehet, hogy nem is tükörképe, majd mindjárt megértitek. Úgy is mondhatnám, hogy nem csak azt kell tudni, hogy hogyan kell elmondani valamit, főleg, hogyha elég nagy a tét, ugye? Annak hatása vagy kihatása lesz az életemre. Tehát nem csak azt kell tudni, hogyan kell elmondani valamit, hanem a felolvasott bibliai történetre fordítva azt is tudni kell, hogy hogyan kell valamit megszerezni. Hát tudni kell, hogy hogyan kell valamit megszerezni. Az utolsó mondat, tehát lefordítva most a bibliai történetre, így hangzik: jól jegyezd meg, sok mindent meg lehet szerezni, csak tudni kell, hogy hogyan. Na hát éppen ez az okos mondat, ami sokszor szinte megugorhatatlan feladat elé állítja az ember. Hát épp ez a kérdés, nem? Az életünk csomó szakaszában, vagy igazából mondhatom minden szakaszában, de pont ez a kérdés: melyikünk ne akarna megszerezni bármit is az élete során, ahány évesek vagyunk, amilyen korban vagyunk, úgy változnak a vágyott célok, álmok, csak éppen sokszor azt nem tudjuk, hogy hogyan kellene azt megszerezni. Minden megszerzési próbálkozás valójában azonban nem a tettek dimenziójában kezdődik. Nem. Nem úgy kezdődik, hogy én megyek és megszerzek valamit, vagy meg akarok szerezni valamit. Úgy kezdődik, hogy történik valami a fejemben, egy döntés, elkezdek ragaszkodni valamilyen álomhoz, valamilyen célhoz, amit szeretnék megszerezni. Az első dolog tehát itt történik a fejemben, ragaszkodok. Kitűztem valami célt, és nem fogom elengedni. Addig nem nyugszom, amíg meg nem szerzem. Ezután jön a fejtörés csak, hogy hogyan szerezhetem meg azt, mit tegyek érte, mi az, ami belefér, mi az, amit még megtehetek, mert mondjuk az erkölcsömbe, az ország törvényeibe belefér, mi az, amit már nem tehetek meg. Hát csak látszólag könnyű ez a dilemma, mármint az, hogy mi fér bele, mi nem.
Mert mindnyájan tudjuk, hogy a vágyhoz való ragaszkodás, a kitűzött cél megszerzéséhez való ragaszkodás, az valami nagyon erős valami, nagyon tudja vonzani az embert. És ha még mellé tesszük azt is, hogy azért általában a normális ember nem akar magának olyat, amiről kapásból tudja, hogy rossz. Hát ilyet egyikünk se akar magának. Akkor még jobban érthető a dilemma, a nehézség, hiszen jónak gondoljuk ugye azt a vágyat, amit kitűztünk magunk elé. Persze, hogy jó, a normálisak vagyunk, jót akarunk magunknak. Még nagyobb a dilemma, hogy érjem el, hogy szerezzem meg, mi az, ami belefér, mi az, ami nem. A mai alkalmunknak címe lehetne ez is, mert gyakorlatilag ennél a pontnál, amit az előbb mondtam, a dilemmától már csak egy paraszthajszál vezet el, vagy választ el minket attól a jól ismert mondástól, hogy a cél szentesíti az eszközt, ugye? A cél szentesíti az eszközt. Hát nagyon akarom azt, amit kitűztem célként. Nagyon megszállt, jó lesz az nekem, hát jót akarok magamnak, hát akkor gyakorlatilag akármilyen eszközt választhatok annak elérése érdekében. Azért elég sokan gondolkoznak így, szerintem ezt tudjuk. A mai alkalmunk címe éppen ezért lehetne az ez is, csak éppen kérdőjellel, hogy a cél tényleg szentesíti az eszközt? Tényleg? Tényleg elég csak azt gondolnom valamiről, hogy az nekem jó, és akkor bármit megtehetek, hogy azt elérhessem? Tényleg? Nyilván mindnyájunkban, mivel normálisak vagyunk, körülnézek, nem látok ellenkező példát, tehát nyilván mindnyájunk rögtön azt mondja erre, hogy nem, a cél nem szentesít minden eszközt. Ha így lenne, akkor már rég káoszba borult volna a társadalmunk. Nem teheti meg senki sem, hogy másokon átgázolva érje el a céljait, még ha az jó is, vagy jónak tűnik. Ezt is olyan könnyű kimondani, ugye? Olyan ügyesen megfogalmaztuk most testvérek, és sajnos az a baj, hogy az egész emberi történelem mégis erről szól. Tehát, ha külön-külön megkérdeznénk az emberiség történelme során az embereket, hogy vajon a cél szentesíti-e az eszközt, valószínűleg a többség azt mondaná, hogy nem, mert van erkölcs, van tartás, vannak törvények, de mégis nem áll össze, pont az ellenkezőjévé áll össze, mégis úgy tűnik az emberi történelem, hogy bizony a cél szentesít minden, és letarolunk, lekönyökölünk, lemosunk másokat a térképről, ha nem azt csinálják, amit mi akarunk. Vagy ha útjába állnak a céljainknak. A nagy kérdés, hogy így kell ennek lenni, biztos? Vagy lehet másképpen elérni a célokat? Keresztjén emberként mi az én lehetőségem a céljaim elérésében? Hát ezekre a kérdésekre próbáljunk választ találni. A felolvasott történetünk elég brutális módon mutatja be azt, milyen, amikor valaki úgy érzi, hogy hát a cél bizony szentesíti az eszközt. Utamba áll, eltakarítom. Na és? Nézzük meg azonban alaposabban a szereplőket, Nábótot, ezt a szerencsétlen szőlő tulajdonost, akinek egyetlen bűne az volt, hogy a földje pont a királyi palota mellett volt. Ciki. De hát azért ennél sokkal súlyosabb dolog történt vele, mint hogy ciki lenne csak pusztán. Aztán ott van a király és a királyné. Nézzük csak meg őket. Mindegyikük ragaszkodott az álmaihoz. Mindegyikük. Ezt el lehet mondani róluk. A király ahhoz ragaszkodott, hogy kell nekem az a föld. El tudjuk képzelni az óvodában a jelenetet, amikor a homokozóban meg akarja szerezni egyik a másiktól a játékot. Kell nekem az a játék, és nem tudok engedni belőle. A király ragaszkodott tehát ehhez az elképzeléséhez. Nábót mihez ragaszkodott? Nábót pedig az ősei örökségéhez ragaszkodott. Azt mondta, hogy én ezt nem adhatom oda, a föld ugyanis sokkal többet jelentett számára meg akkoriban, erről majd nem sokára mindjárt mondok részletesebben dolgokat. És a királynő, a harmadik szereplő, ő mihez ragaszkodott? Hát ő pedig ahhoz ragaszkodott, hogy mindent megtehetünk. Nem? Ezt mondta a király. Nem te vagy a király? Hát mit búslakodsz? Hát te vagy a király, azt csinálsz, amit akarsz. Mindenki ragaszkodott valami kis elképzeléshez. És mivel ez a három érdek jelen esetben nem esett egybe, elég törvényszerű, hogy valaki a rövidebbet fogja húzni. A ragaszkodás önmagában nem baj, testvérek. Hiszen hol lennénk ragaszkodás nélkül?
Vagy gondoljatok csak bele, aktualizáljuk, hol lennének az olimpiai aranyérmeseink ragaszkodás nélkül. Éppen hallottam az egyikről, aki egyéniben kajakban aranyérmet nyert. Az édesapja azt mondta, hogy 12 éves volt a fia. Amikor egy beszélgetésben azt mondta, hogy én olimpiai bajnok leszek. És ragaszkodott az álmaihoz, nem adta föl. És mindent megtett azért, hogy ez megvalósul. Tiszteletre méltó ez a ragaszkodás. Nem ezzel van a baj. A baj akkor van, ha az álmaink, a ragaszkodásunk tárgyai egy légüres térben lebegnek. Csak úgy lebegnek. Mintha nem lennének köze az álmainknak, a céljainknak, nem lenne köze a való világhoz, a valósághoz, mintha azok nem földi dolgok lennének. Légüres térben lebegnek. Ki ne szeretne olimpiai bajnok lenni? És bezsebelni minden belejáró dicsőséget és díjat? Ki ne szeretne sikeres lenni és élvezni ennek az eredményét? Ki ne szeretne boldog lenni és így végig suhanni az életen? Azonban mindezekhez az oda vezető út is megvan. Megvan az oda vezető út e földi világ törvényei, fizikai, biológiai, kémiai és mindenféle törvényei szerint is megvan az oda vezető út. Az álmaink nem csak úgy lebegnek a semmiben. Azokhoz út vezet. Kitartás nélkül, hit és akarat nélkül bele se vágyunk megszerezni a vágyott célt. Legyen ez ma tehát egy nagyon fontos gondolat, amit elviszünk magunkkal. Minden álmunkhoz megvan az oda vezető út is. És ezt bizony be kell járni. Ezt bizony be kell járni. Ja, hát most nyugodtan szememre vethetnéd, na de hát ez most mit jelent? Hát a király és a királynő is bejárta az oda vezető utat, nem? Hogy a vágyott célt elérjék. Pikpak eltették láb alól nábótot, és már övék is volt a vágyott föld. Hát ez volt ezek szerint akkor az ő útjuk, hiszen királyok voltak, megtehették. Hát akár még igazság is lenne bizonyos szempontból ebben az ellenvetésben, de hát mindjárt érezzük, hogy ez egy elfogadhatatlan módja az álmaink elérésének. Na itt jön a nagy kérdés akkor. Akkor miről ismerhetjük fel, hogy az álmainkhoz vezető út az az igaz út? Tehát az az út, amit érdemes járni. Akkor ezt miről ismerhetjük fel? Ezek szerint vannak hamis utak, amik az álmaink eléréséhez vezetnek, ezt olvastuk a felolvasott tört, és vannak igaz utak. De akkor miről ismerjük fel az igaz utat? Semmiről. Ennél a pontnál egy kulisszatitkot hadd mondjak el. Ennél a pontnál, amikor készültem, pötyögtem a billentyűzeten, leírtam egy szép sablonos választ, amit mindenki ilyenkor hallani akar, vagy sem, aztán az egészet kitöröltem. Nem azért, mert ne lenne igaz, hanem egyszerűen azt éreztem, hogy nem biztos, hogy ennyivel el lehet intézni, és inkább ezt a szót írtam ide, hogy semmiről. Hát ha viszont a semmiről nem ismerhető fel az igaz út, akkor menjünk haza. Akkor hagyjuk abba, akkor ennek semmi értelme nincs, az elég reménytelenül hangzik, nem? Akkor ezek szerint tényleg mindenki próbálkozik, azt csinál, amit akar, aztán lesz belőle valami. Azért lépjünk tovább egy gondolattal, szóval semmiről nem ismerhető fel az igaz út annak, akinek semmilyen mérték és mérce nincs az életében. Szóval inkább ezzel egészítem ki akkor az előbbi gondolatot. Akinek semmilyen mérték és mérce nincs az életében, csak saját maga, az soha nem fogja felismerni, hogy mi az igaz út. Aki csak a maga jóléte, a maga öröme, a maga igaza, a maga érdeke, az egyetlen dolog, amit figyelembe vesz, az hogy tudná az igaz utat felismerni? Az nem fogja. És bizony így lesz óriási különbség azok élete között, akik valamilyen mérték, mérce szerint élik az életüket, vagy hadd nevezzem nevén, Isten igéjének a mércéje szerint élik az életüket, és azok között, akik csak magukat ismerik meg a maguk boldogulását. Óriási különbség lesz a kétféle ember típus között. Így lesz, és ezt is hadd mondjam el, mert így korrekt, így lesz
emberi mérték szerint, aláhúzom, emberi mérték szerint, örök hátrányban az, aki az isteni mérce szerint él. Örök hátrányban leszek ahhoz képest, akinek semmilyen mértéke nincs, csak a saját maga, meg az egója, meg az álma, meg a vágya. Örökre hátrányba érezhetjük bizonyos szempontból magunkat, nagyon egyszerű, azért, mert nekem nem fér bele egy csomó dolog, hogy elérjem az álmaimat. Nekem nem fér bele az, hogy másokat letapossak. Nekem nem fér bele, hogy másokon átgázoljak. Nekem nem fér bele, hogy másokról pletykát terjesszek. Nekem nem fér bele, hogy másokkal kiszúrjak. Hát de a másiknak igen. És élni is fog vele. Biztos lehetsz benne. Nekünk azonban Isten igéje a mérce. Az Isten igéje mérce. És így lesz az az ember, akinek nincs mérce, gátlástalanul sokkal hamarabb gazdag, mint te. Így lesz az az ember, akinek nincs semmilyen mértéke az életbe, mert nagy szájával így lesz hamarabb a társaság középpontja, mint te. És így lesz szegény Nábót egy összezúzott húspogácsává. Hát akkor megéri? Isteni mérce szerint élni? Szegény Nábót nem akart kiszúrni a királlyal, ebbe egészen bizonyosak lehetünk, hanem Isten törvénye szerint szerette volna élni az életét, és az isteni törvény szerette volna betartani akkor, amikor nem adta le az ősei földjét. És akkor itt most hadd mondjak pár gondolatot erről, meg fog világosodni rögtön Nábót gondolkodásmódja. Az ő szőlője az őseitől kapott örökség volt, melyet ő, aki az Isten népének a rendjében akart élni, egész egyszerűen nem adhat el. Ez volt az ő, az akkori emberek, az akkori társadalom gondolkodása. Izraelben ugyanis úgy tekintették a földet, mint Isten tulajdonát. Ezt egészen a honfoglalásig vezették vissza, abban hittek, hogy Isten adta nekik a földet. Isten adta atyáiknak a földet. Ezért az így kapott föld az szent föld, és ők, mint Isten bérlői, haszonbérlői tekintettek magukra. Ezért nem adták el a földet, hanem ráhagyták utódaikra. A föld tulajdon képezte a régi Izraelben a gazdaság és az állami élet alapjait. Csak az számított teljes jogú állampolgárnak, akinek földje volt. Ezért volt ilyen fontos Nábót számára, hogy ez az enyém, ezt én kaptam az ősétek, ezt nem adhatom oda se pénzért, semmiért. Két lehetőség lett volna hivatalosan megszerezni a földet, de ugyanakkor Nábót földtelenné válik, ezért nem adta el, ugye mind a kettőt a király megpróbálta. Elcserélni egy jobbra, vagy pénzt adni érte. De Nábót ragaszkodott az atyai örökséghez és az isteni törvényhez. Ez neki az életébe került. Megérte? Kérdezhetnénk. Azt hiszem, ez az, amire kívülről nem lehet válaszolni. Mert akkor ilyen erővel azt is megkérdezhetjük, hát Jézus kereszthalála megérte neki? Ezt a kérdést eleve csak azok teszik fel, akik mindent az érdek szemüvegén keresztül néznek. Igen, van magasabb szint annál, hogy mi az én érdekem. Ez is csak a hívő embert jellemző tulajdonság. Van magasabb szint annál, hogy mi az én érdekem. Igen, hívő emberként nem lehet elsődleges számomra a saját érdekem, bármennyire is ellene megy ez a természetünknek, mert tudom, hogy része vagyok egy nagyobb egésznek. Azt hiszem, ez a felismerés lehet az a rendező erő, ami megmentheti a modern világot a teljes összeomlástól. Része vagyok egy nagyobb egésznek. Magyarul nem rólam szól a világ. Magyarul a világnak nem dolga az, hogy kényelembe helyezzen engem. Hogy minden úgy történjen, ahogy nekem jó, mert én csak egy aprócska fogaskerék vagyok. Igaz az, hogy nélkülem a világ nem lenne olyan, amilyen, de én akkor is csak egy része vagyok. Azt hiszem, ezt lehet hívő emberként a küldetésünk céljaként megfogalmazni. Ez a küldetésem a világban, elsősorban a saját kis világomban. Én is csak egy része vagyok a világnak, de te is egy része vagy.
Ezért nekem az is feladatom, hogy neked jó legyen. Neked meg az a feladatod, hogy nekem jó legyen. És ennek a közösségnek az a feladata, hogy mindnyájunknak jó legyen. Mindnyájunk azt érezzük, hogy itt otthon vagyunk, hogy ez a mi lelki otthonunk. Mert ha a másiknak jó, és ő is része az egésznek, hát akkor logikus, akkor nekem is jó. Na ezt kellene fölérnie a mai embernek, megértenie. Másoknak örömet, és előrébb jutást, és kiteljesedést csak az hoz, ha így tud gondolkozni. Másoknak is ezt hoz, meg nekem is csak ez hoz. A király Durcás kisgyerekként hazamegy, miután Nábót elutasítja, fal felé fordul, látom a jelenetet magam előtt, és hisztizik. Most lehet, hogy nem ez a legprecízebb szó, de gyakorlatilag ezt csinálja, nem? Micsoda dolog, hogy nem adja oda a földjét nekem az a csúnya bácsi. Hát milyen dolog ez? Nem lesz a barátom többi. Ugye az óvodában ilyeneket mondanak egymásnak a gyerekek. Ezt is mondhatta volna akár nyugodtan, valószínűleg nem lett volna szánalmasabb tőle. Azonban írjuk a király becsületére, még ha az utóbb nem sokára el is fog veszni, de írjuk a becsületére, ő legalább itt megállt. Jó, tehát ő nem ment tovább. Nem úgy a felesége. És nem az a tanulság, testvérek, hogy mindig az asszonnyal van a gond, tehát főleg a múlt heti Isten tisztelet fényében nem ez a tanulság, inkább menjünk tovább. A király megáll ennél a pontnál, a felesége nem, ugyanis ez egy külföldi asszony volt. Ezt tudjuk róla. Mondhatnánk pogánynak is, és ennek a külföldi asszonynak hát abszolút lényegtelen volt, hogy ennek az országnak milyen isteni jogrendje van, meg hogy ők hogy élnek, meg az örökség felől hogy gondolkoznak. Nem is foglalkozott ezzel, nem is érdekelte. Ismerjük az egyéb történeteit a Bibliából, elég meredek dolgai voltak ennek a királynőnek. Hát ő úgy gondolkozott, amit el is mondott. Hát te vagy a király, hát azt csinálsz, amit akarsz. Hát nehogy már ne tud megszerezni, amit akarsz. Levelet írt a király nevében, és innentől ismerjük a folytatást, ahogy felolvastam. Kellett keresni két gazembert, azok rögtön vannak, akkor is, meg ma is vannak, akik megvádolták hamisan szerencsétlen Nábótot, és megkövezték utána. Utána a királynő bemegy a férjéhez, és azt mondja, hogy minden el van intézve. Elértük az álmunkat, elértük a célt. Na és a király itt veszti el a becsületét. Nem azt mondta a feleségének, hogy drágám, azért egy kicsit ezt a biciklit túltoltad, nem? Tehát azért ezt nem kellett volna, nem ezt mondja, hanem örömmel beleterpeszkedett a megszerzett szőlőbe, a földbe. És mintha minden a legnagyobb rendben lett volna, mert hogy a cél szentesíti az eszközt. Hát mégiscsak a királyról van szó, hát tudjuk, hát ismerjük, magyar mondás is van. Ugye mindig az erősebb kutya jár jobban, hát ez ennyi. Na, akit felháborít mindez, akár innen közülünk, annak még helyén van a szíve. És akár fogadalmat is biztos vagyok benne, hogy megtenne, hogy én ilyet soha nem tennék. Hát nem lenne túl nehéz megfogadni azt, hogy nem ölnénk embert, ez azt hiszem talán egyikünket sem fenyegeti. Az nem egy olyan nehéz fogadalom. Na, foglaljuk össze és zárjuk le. Azt mondtuk az elején, hogy a dolgokat tudni kell nem csak elmondani, hanem megszerezni is. Ugye, hát láttunk egy példát erre, hogy hogyan tudták megszerezni a földet, a másét, a király és a felesége. Roppant kevés cselekedet van az ember életében, amit ne a megszerzés motiválna. A megszerzés, mint motiváció, látjuk, romba tud dönteni életeket, akár országokat, civilizációkat, de magasra is tud emelni embereket, mert szent célhoz, szent utat járnak be. Azt is láttuk, hogy az egyik mérce a megszerzés útján az az, hogy másoknak is örömöt, előrébb jutást, kiteljesedést hoz-e, amiért küzdök, hát ez a gondolat fel sem merült. Ezt is láttuk. Na akkor a nagy kérdés a végére, amivel érdemes befejezni. Akkor mi garantálja a sikert?
akkor mi garantálja a sikert? Hogy el fogod érni az álmaidat. Hogy az a cél, amit kitűztél magad elé, az Isten szerinti cél is. És most nem autóról, meg házról beszélek, meg ezek is fontos dolgok, meg majd mindjárt talán el is hangzik, de azok az belső ősi vágyak és célok, amelyek ott vannak. Szeretnék boldog lenni. Olyan pofon egyszerű, és mégis olyan nehéz. Mi garantálja a sikert? Lehet azt mondani, hogy ha pont ellenkezőleg élsz, mint ahogy a király, akkor sikerülni fog. Lehet ezt mondani? Sajnos nem. Gondolj csak Nábótra. Ő pont ellenkezőleg élt. A megszokott törvényes őseitől tanult hozzáállással védte a földjét. Nem érte el a célját, hogy megtartsa, elvették tőle. Valószínű nem csak a mi kajakosunk döntött el, hogy olimpiai bajnok lesz, hanem rajta kívül sokan is eldöntötték, és ugyanúgy küzdöttek, és elérték, nem, mert csak egy aranyérmet osztanak ki. Akkor most mi a garancia a sikerre? Van? Vagy meg kell érni azzal, hogy az egyiknek sikerül, a másiknak nem? Szerintem a legfontosabb megszerezni való az kell, hogy legyen mindenek előtt, hogy megszerezzük azt a bölcsességet, amivel megtanulunk elengedni. És ez már nem földi bölcsesség, testvérem. Ez nem jön automatikusan belőlünk. Ez már Istentől kapott bölcsesség kell. Úgy nekiállni az életnek, hogy legalább annyira hajlandó vagyok elengedni álmokat, vágyokat, célokat, mint amennyire ragaszkodom hozzá. Pontosan azért logikus ez, mert ember vagyok, nem ismerem a jövőt, nem tudom, hogy valóban az jó cél, amit kitűztem. Urunk Istenünk, adj bölcsességet kimondani, ha nem erre kell tovább menni. Adj bölcsességet kimondani, hogy nem ez a cél, amiért nekem érdemes küzdeni. A felismerés bölcsességéről beszélek, és ezt Isten megígéri azoknak, akik az ő útján járnak. Nem egyik napról a másikra megy ez is. Az életet éljük, előrefele halad, telnek a napok és a hetek és az évek, de megkapható ez a bölcsesség. Megkapható. Föld, autó, pénz, hatalom, kapcsolatok, mind-mind lehet az enyém. De ha ez az alap bölcsesség nincs meg, akkor semmit sem ért az életem. Hitem szerint az a boldog ember, aki előbb képes kiengedni a kezéből, és ezt olyan jól szimbolizálja, amikor valaki ragaszkodik valamihez, ökölbe szorul a keze, az Isten meg akar tanítani minket kinyitni azt a tenyeret, ahhoz, hogy utána ő meg tudja tölteni azzal, amire nekünk valóban szükségünk van. Én ebben hiszek, és ezt tapasztalom a saját életemben. Hitem szerint ez a boldog ember. És mintha Jézus is beszélt volna valami hasonlóról. Ezzel fejezem be. Ezt mondta Jézus egy helyen, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Amen. Imádságra csendesedjünk. Húsba vágó az a gondolat és az az üzenet, Urunk, ami elénk jött ma ezen a vasárnapon, ezen az Isten tiszteleten, hiszen melyikünk ne akarna megszerezni, célok vannak előttünk, vágyak vannak előttünk, melyikünk ne akarná megszerezni, melyikünk ne akarna boldog lenni, melyikünk ne akarna kiegyensúlyozott lenni, és visszük magunkkal ezeket az álmainkat és céljainkat, és köszönjük a legnagyobb üzenetet, Urunk, amivel érdemes volt bezárni, mert ennél nagyobb bölcsesség nincs a Földön, ez sem az ember bölcsessége, hanem a tiéd. Meg kell tanulnunk előbb elveszíteni azt, ami van, elengedni, és utána meg fogjuk tapasztalni azt, ahogy te megtöltöd az életünket. És onnantól akkor már nem lesz kérdés az, hogy vajon az igaz úton járunk-e, vagy a jó úton. Onnantól nem lesz kérdés az, hogy a cél szentesíti az eszközt, mert megkapjuk a te bölcsességedet, te ígérted ezt, Urunk. Ez nem a mi okosságunk, ezt nem mi olvassuk ki, vagy csűrjük, csavarjuk addig az igét, amíg ez ki nem jön belőle. Te ígérted. Ezért elfogadjuk, és önként ez alá, az igazság alá vetjük az életünket. Kérünk, Urunk, hogy
Hadd tudjunk így mérlegre tenni minden kitűzött célt, álmot és vágyat. Ennek a mérlegére, hogy vajon el tudjuk engedni. Ha igen, akkor valószínű, a te áldásod nyomán meg fogjuk kapni. Ha görcsösen ragaszkodunk hozzá, az azt jelenti, mi akarjuk elérni. Áld meg bennünket ezzel a bölcsességgel. Úgy alakítsd és úgy formáld az életünket, Urunk, hogy tudjunk így élni. Hogy ezt tudjuk mi, most élők, ezt tudjuk örökségül hagyni gyermekeinkre. Mert minden mást elvehetnek tőlük, földet, autót, házat, de ezt az örökséget soha. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket erre a délelőtre. Köszönjük, hogy meghozhattuk azt a döntést, hogy eljövünk ide. Hiszük, hogy te kerestél minket ma is, és keresel életünk minden napján. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy figyelhettünk a te szavadra ma is. Amen.